Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a MédiaPak tananyagcsomag harmadik webináriumán, a középiskolás korosztálynak szóló webináriumon. Látom, hogy vannak visszatérő hallgatók, lehet, hogy lesz némi átfedés a korábbi témákkal, de itt most ugyanannak a tananyagcsomagnak egy másik korosztálynak szóló változatát fogjuk bemutatni. A témából bele vagyok, a Televele Média Pedagógiai Műhely Egyesületben dolgozom. A Televele Egyesület célkitűzése az, hogy médiatudatosságra nevelő tananyagokat készítsen, illetve gyerekfoglalkozásokat, tanárképzéseket és szülői csoportokat tartson, és a MédiaPakkal együtt most már 4 olyan tananyagcsomagunk van, amelyek online elérhetőek és letölthetők, és most már az óvodástól egészen az érettségiző korosztályig mindenki számára van tananyagunk. A MédiaPak mellett a drón tananyagcsomag, amelyik az Árhír a legfontosabb témája, az szól még a középiskolás korosztálynak. Valamennyi televelés tananyagcsomag egy komplet foglalkozásterveket és a hozzá kapcsolódó mellékleteket is tartalmazza, és nagyon részletes tanári háttéranyagokat is. A MédiaPakot ebben az évben fejlesztettük Tisza Géza kollégámmal, az IVS-szel együttműködve. Szóval korosztályonként 3 darab 90 perces foglalkozás, és mindegyik foglalkozáshoz tartozik a foglalkozás leírás mellett egy külön a foglalkozáshoz készült oktató videó, illetve minden segédanyag is a tanárok rendelkezésére áll. A MédiaPak legfontosabb jellemzője, hogy mobileszköz fokozó, ugye az a tapasztalatunk és a kutatások is azt mutatják, hogy ez a korosztály is mobil eszközön éri el elsősorban az internetet, ugyanakkor erről nagyon keveset beszélünk velük, hogy mik azok a lehetőségek és veszélyek, amelyek a mobil eszköz használathoz kapcsolódnak. Ez a MédiaPak tananyagcsomag újdonsága. A Televele valamennyi tananyagára jellemző az, hogy a saját élményű média feldolgozást támogatja, tehát hogy a diákok saját média élményeiből indul ki, és tevékenységközpontú, és ugyanakkor ezt elmondtam már a korábbi csomagoknál is, de itt majd különösen hangsúlyossá válik a kritikai gondolkodás, a reflektív gondolkodás fejlesztése, és a médiával kapcsolatos ismeretek átadása is. Itt ugye már a középiskolás korosztályról van szó, akiknek nagyon sok ösztönös és struktúrálatlan tudása van a médiáról, úgyhogy velük ebben a tananyagcsomagban megkísérlünk elég mélyre menni, majd be fogom mutatni, hogy hogyan, és ez egy izgalmas kísérlet, hogy hogyan fog ez működni különböző csoportoknál. A tananyagcsomag a televele.hu/MédiaPak címen érhető el, és egyébként mind a 3 webináriumot is erre a honlapra fel fogjuk tenni, úgyhogy később is onnan megtalálva is meg lehet őket nézni. A linkek a YouTube csatornára mutatnak majd. A MédiaPak középiskolás korosztálynak szóló tananyagában is 3 foglalkozás van, amelyek az előzőekhez hasonlóan ugyanakörül a néhány téma körül forognak. Az online információ megítélése, ami a felső tagozatos nálásoknál az adathalászat témakörénél csúcsosodott ki, ebben a korosztályban az álhírekről szól egy teljes óra, különböző megközelítések alapján a média üzenet célja, a kattintásvadász címek és a tényellenőrzés módszeréhez kapcsolódó rövid feladattal. Ezeken keresztül foglalkozunk az álhírekkel. A második témának azt a nagyon szép címet adtuk, hogy test és lélek a digitális világban. Ez egyrészt foglalkozik azzal a témakörrel, hogy a közösségi média milyen hatással van ránk. Egyrészt foglalkozik a képernyőidő és a problémás média használat témájával, másrészt a testképpel is ezeken kívül. Erre a foglalkozásra az jellemző, ezt majd ott is el fogom mondani, hogy itt sok témát érintünk nagyon felszínesen, és ennél van leginkább arra lehetőség, hogy a tanár, ha akar, akkor elrugaszkodhat a tananyagcsomagtól, és azokat a tevékenységeket, amikről azt gondolja, hogy a saját csoportjában érdemes vele foglalkozni, azokat nyugodtan kibővítheti, és másokat elhagyhat, vagy kihúzhatja hosszabb, 90 percnél is hosszabbra azt az egy témát, amelyiket választ.
A harmadik foglalkozásunknak online befolyásolása címe, ez a személyes adatok ennek a korosztálynak szóló foglalkozása. A személyes adatok az minden korosztálynál megjelenik a médiapaktan anyagcsomagban, és itt egy másik téma is megjelenik, ami a felső tagozatosoknál is volt, a közösségi médiában a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenése. A módszertani alapok megegyeznek azzal, amit már a felső tagozatosnál is elmondtunk. A saját élmény és az élményfeldolgozás, itt a reflexió egy kicsit nagyobb szerepet kap, tehát azt kíséreljük meg, hogy a gyerekek a saját média használatukra, illetve a médiával kapcsolatos élményeikre reflektáljanak, és ezáltal legyenek tudatosabb média használók. Itt mit vannak médiaszöveg értési és médiaszöveg alkotási feladatok, elég sok, és ebben a csomagban is megjelenik a differenciálás, vannak benne ajánlások fontolva haladó csoportok számára is, és ahogy elmondtam, itt kevésbé érvényes az, amit eddig szoktunk mondani a televelés csomagokra, hogy ne bontsuk meg a foglalkozás egységét. Ezeknél érdemes megfontolni azt, hogy a saját csoportunk aktuális problémáira reflektálva egy kicsit variálni. Rajta, ha szükséges, akkor ebben tanácsot is tudunk adni. A digitális eszközhasználatnak a középiskolás korosztály foglalkozásában is kiemelt szerepe van. Elsősorban a médiatudatosságra nevelés részeként ez azt jelenti, hogy az információ keresésére, megosztására, illetve kreatív média feladatok létrehozására használjuk elsősorban ezeket az eszközöket. Minden tevékenységhez ajánlunk olyan digitális alkalmazásokat, amelyiknek segítségével a papír alapú feladatok digitálissá tehetők. Ezt a technikai lehetőségek, illetve a tanár ízlése és véleménye szabja meg, hogy melyik feladatot hozzáválasztja a digitális, és melyikhez a papír alapú formát. Én szeretek időnként a digitális foglalkozáson is papír alapú feladatokat adni. Itt például lesz majd egy teszt feladat, ahol én kifejezetten a papír alapú változatot támogatom. Néhány gyakorlati kérdés. A foglalkozás 2x45 perces, lehetőleg ne tartsunk benne szünetet, csoportmunkában zajlik. És egy valamit emelnék ki ebből a listából még, az, hogy mivel itt különösen érzékeny és személyes témákról beszélünk, nagyon fontos az, hogy a tanár ne tegyen a média használattal kapcsolatban kritikus, lekicsinylő megjegyzéseket, illetve hogy a csoport hangulata is olyan legyen, hogy képesek legyenek megosztani egymással az ehhez kapcsolódó gondolataikat. Itt is lesz majd egy feladat, ahol a csoport aktuális hangulatára, illetve a tanár eldöntheti azt, hogy meddig megy el egy feladatban. A foglalkozás leírás az így néz ki. Úgy építettük fel a foglalkozások leírását, hogy röviden leírjuk a feladatot, és utána kapcsolódik hozzá egyrészt egy módszertani segítség, másrészt egy minden feladathoz, amelyikhez szükséges, egy viszonylag alapos és hosszú háttértanulmánynak nevezett tudományos segédanyag, úgyhogy a tanárok minden a foglalkozások tartásához szükséges szakmai ismeretnek a birtokába kerülhetnek, ha esetleg eddig még nem tudták ezeket. Akkor következik az első foglalkozásnak a bemutatása, a fake news. A foglalkozás célja a tudatos média használat fejlesztése, a kritikus szemlélet az online tartalmakkal kapcsolatban és az információ szűrésének a fejlesztése. A foglalkozás alapvetően média szövegértési feladatokból áll, itt a középiskolásoknál kevésbé, tehát más módon élményszerűek ezek a feladatok, kevésbé játékosak, inkább az elmélyülést teszik lehetővé. És van ebben a foglalkozásban is kreatív feladat, a mémkészítés, aminek majd a reflektálás a tanulási folyamatra lesz a célja. A
oktató videóval kezdjük ezt a foglalkozást, ezt is elmondta a múlt órán, hogy az oktató videó különböző helyeken van elhelyezve az egyes foglalkozásokban, és így a szerepe is minden esetben más. Itt az a célja, hogy fölidézze a meglévő ismereteket, illetve hogy a kapuőr fogalmát bevezesse, amely aztán majd nagy szerepet fog játszani az egész foglalkozásban, és egy űrtábrát kell készíteniük a gyerekeknek az oktató videó megtekintése után. Kapuőrnek nevezzük ugye azt azokat a személyeket a hagyományos médiában, akik az információ szűréséért, ellenőrzéséért felelősek. Ugye a hagyományos médiában az újságírók azt szokták mondani, hogy legalább két forrásból meg kell erősíteni egy információt, mielőtt megosztjuk. Az online médiában viszont bárki megoszthat híreket, és ezért sokkal több az ellenőrizetlen hír, ezért nekünk magunknak kell kapuőrökké válnunk, és magunknak szűrnünk az online tartalmat. Ehhez a témához nagyon tudom ajánlani Eli Pariziernek a TED Talk videóját, ahol egyrészt a kapuőr szerepét bevezeti, másrészt az információs szűrőbuborékot, amihez nagyon közel járunk ebben a foglalkozásban, meg a felsősben is közel jártunk hozzá, de nem vezettük be ezt a fogalmat. Ez majd egy következő foglalkozásnak lehetne a témája, mert nagyon-nagyon fontos. Az információs szűrőbuborék egyébként azt jelenti, bocsánat, akkor még visszatérek arra, információs szűrőbuboréknak nevezzük azt, hogy ugyan a hagyományos kapuőrök, a személyek már nem működnek, a közösségi média algoritmusai azonban az ízlésünk, a választásaink alapján megkísérli kitalálni, hogy milyen tartalmakat szeretünk, és olyan tartalmakkal kínál meg minket. Erre Eli Pariser a videójában azt a példát mutatja be, hogy két barátját kéri meg ugyanarra a Google keresésre, és a két barátjának más találatok jön neki, és ezt nevezjük információs szűrőbuboréknak, tehát hogy a saját ismerősi körünk és érdeklődésünk alapján be vagyunk zárva egy buborékba, és nem találkozunk a miénkkel ellenkező véleményekkel. Illetve csak olyan reklámokkal találkozunk, amiről azt gondolják, hogy bennünket érdekelni fognak. A bevezető feladat után három videót néz meg a csoport, amelyeket megkísérelnek kategóriába sorolni, és a hamis információ céljára kérdez rá ez a feladat. Három fajta célt különítünk el, a hoaxot, a szatirikust és a kattintásvadászt. A kattintásvadászt egy olyan index videó képviseli, ahol kattintásvadász címeket hoznak példának. A hoax, vagyis a becsapási céllal megosztott hamis videó, az a baloldali, ahol egy baseball játékos azt mutatja be, hogy hogyan képes önmagának passzolni, tehát eldobni a labdát, és aztán maga el is kapni, és ez vírus videóvá vált az interneten, míg bebizonyították, hogy nem igaz. És a harmadik, a szatirikus videó, az pedig a BBC-nek egy 50-es évekbeli nagyon-nagyon szórakoztató április 1-i tréfája az olaszországi spagetti születelésről örök életű darab, és akkor itt jobb oldalt látszanak a kérdések, amiket felteszünk az egyes videó kapcsán. Ez a kritikus médiával kapcsolatos öt kritikus kérdésnek az átdolgozása, és ezekkel próbáljuk megértetni és mélyíteni azt, hogy mi az egyes média szövegek célja, illetve milyen hatást váltanak ki a felhasználóból. A következő feladatban még mindig a kattintásvadász címekkel foglalkozunk, ez egy elég játékos, habkönnyű feladat. Lukas mondatok vannak kivetítve, amiket a gyerekeknek ki kell egészíteniük, és így kattintásvadász címeket kell generálniuk. A clickbait vagy kattintásvadász cím az azt jelenti, hogy egy olyan szenzációhajász online tartalom, amely mögött a valóság az vagy kevésbé érdekes, vagy pedig teljesen eltér, és az egyetlen célja ezeknek a kattintásvadász címeknek az, hogy rákattintsunk,
mert, illetve megosszuk, mert így a weboldalon elhelyezett hirdetésekből készpénzt generál. Ez nagyon fontos megérteni, hogy a közösségi médiában, ahol ingyen, látszólag ingyen jutunk a tartalomhoz, kétféle módon fizetünk ezekért a tartalmakért, egyrészt a személyi adataink megadásával, másrészt pedig az elhelyezett reklámokkal, és ezért van az, hogy a kattintásvadászat az ennyire fontossá vált, mert ezzel keresik a pénzt. Ezt követi a tényellenőrzés társasjáték, akik ismerik a televele korábbi tananyagcsomagjait, azok láthatják azt, hogy nagyon kedveljük az oktatási célú szimulációs játékokat. A Tandemben van egy cyberbullying kártyajátékunk, a drónban egy információ hitelességét, közösségi médiában megosztott információ hitelességét vizsgáló, illetve egy szűrőbuborék jelenségről szóló kártyajátékunk. Ez pedig egy táblás játék, ott a képen lehet látni, hogy hogyan játszák. Minden játékos kap egy szöveget, amelyet tényellenőriznie kell. A tényellenőrzés folyamata az a zöld keretes szabálytáblán van. Mindenki fölülről indul a táblán, a figurájával, és hogyha valamelyik kérdésre igennel válaszol, tehát mondjuk szerepel-e a szerző, mennyire megbízható a forrás, milyen a kép, hogyan osztották meg, ilyen típusú kérdések szerepelnek rajta, és ahogy a megbízható cikkek a végén magasan maradnak, a megbízhatatlanok pedig egyre lejjebb kerülnek, és csoportban játszák a gyerekek, és a végén összehasonlíthatjuk a megoldásokat, és nagyjából kijön az, hogy melyik média szövegek a megbízhatóbbak, és melyek a kevésbé megbízhatóak, és ezzel a módszerrel nem csak a tényellenőrzés néhány szempontját gyakoroljuk be, hanem vizualizáljuk is azt, hogy a megbízható és a megbízhatatlan tartalmak is jelen vannak az interneten, és hogy a megbízhatóak azok magasabb rendre, mert magasabban helyezkednek el a táblán. Ezt a foglalkozást egy mémkészítő feladat zárja le. Itt őszintén be kell vallanom, hogy ez a foglalkozáson nem működött. Én nagyon sokszor készített mémet a tanítványaimmal. Itt viszont egy olyan csoportban próbáltuk ki a feladatot, akiknek ehhez nem volt kedvük, úgyhogy ezért nincsen itt valódi példa. Viszont az a feladatuk, hogy reflektáljanak a mém segítségével a foglalkozás során felmerült témákra. Én ezért szeretem nagyon a mémet, mint oktatási segédeszközt, mert a kép és szöveg egységével nagyon mély tanulási lehetőséget mutat, mint ahogy ezt ez a mém is mutatja. A második foglalkozás bemutatása következik test és lélek a digitális világban. A foglalkozás célja a középiskolás korosztály számára is, ugyanúgy mint mindenki számára, kisebbek és nagyobbak számára, a legfontosabb kihívás a képernyőidő kontrollja. Képernyőidőnek hívunk minden olyan időt, amit képernyő használattal töltünk, még a telefon pillanatnyi megnézését is. A foglalkozás legfontosabb célja az, hogy az online világ sokféle jelenségéhez legalább három különféle jelenség megjelenik itt. A képernyőidő és a függőség, a testkép és a média egyéb lelki hatásai, és az ehhez kapcsolódó reflektív, tudatos, kritikus hozzáállás fejlesztése. Ez a foglalkozás ezt tartalmaz egy elég kemény klasszikus szövegfeldolgozási feladatot, amikor az új médiával kapcsolatos szakmai szövegeket olvasnak, illetve hát inkább ismeretterjesztő szövegeket olvasnak a gyerekek, illetve van egy képelemzési feladat, amivel a testkép témáját járjuk körbe. Ez is az oktató videóval kezdődik, a túlzott mobiltelefon használata témája, a normális, problémás és kóros média használata elkülönítése. Ezt a videót egy néhány befejezetlen mondat segítségével dolgozzuk fel.
Ezután a online függés témáját két játékos személyiség teszttel próbáljuk ki. Ugye ezt elég fontos tudni, hogy ezek a, tehát se a nomofóbia, se a FOMO nem szerepel pszichológia szakirodalmában, mint valódi addikció, tehát ezek nem kóros pszichológiai esetek, inkább csak arra szolgálnak ezek a tesztek, hogy megismerjük magunkat és a médiához való viszonyunkat. A nomofóbia az a no mobilfóbiának a rövidítése, tehát a telefon elvesztésétől való félelem, illetve a képen még ott látszik két egyéb lehetőség, a lemerüléstől, illetve a wifi hiányától való félelem is. Ehhez egy 20 kérdéses teszt van, amit egyébként az Iowa Egyetem készített, és a másik az még ennél is sokkal játékosabb, a FOMO, vagyis Fear of Missing Out. Ez az a jelenség, amikor az ember azért nézi meg mindig a telefonját, mert attól fél, hogy valamiből kimarad, hogyha nem csekkelem percenként a Snapchat-en, hogy mi újság, akkor ki fogok maradni valami nagyon-nagyon-nagyon fontosból. Ezt a két tesztet két csoportban csinálják meg a gyerekek, és utána megtippelik, hogy vajon a másik csoportnak mi lesz az eredménye, meghallgatjuk a pontszámokat, és akkor utána következik egy rövid tanári beszéd a normális, problémás és függő média használatról, és akkor itt jön be a csoport érdeklődése, hangulata, a témához való viszonya, mert ha tudjuk, hogy van érint egy gyerek, akkor valószínűleg nem egy osztály előtt kezdünk el erről a témáról beszélni, hogyha azt gondoljuk, hogy el fogják viccelni, akkor sincs értelme belemenni, de hogyha elkezdi őket érdekelni a téma, akkor akár a többi feladatnak a rovására is érdemes erről kicsit alaposabban beszélni, és a többi feladatot esetleg egy másik órára hagyni. Ezután következik a már emlegetett szövegolvasási feladat, amelynek azt a címet adtuk, hogy kölcsönhatásban a digitális médiával. A szakirodalmi szövegeknek az egy nagyon fontos célja, hogy azt erősítse, amit a médiával kapcsolatban nem szoktunk észrevenni, hogy ez, itt azért vannak objektív tudományos tények. Tehát, hogy lehet ezekről a témákról objektív tudományos módon beszélni, ilyesfajta diskurzusba kerülni. 7 témát, bocsánat, 7 témát választottunk, ami köré több forrásból származó szöveget csoportosítottunk. Meg lehet nézni, ott van egy példa bal oldalt, és meg lehet próbálni kitalálni, hogy ebből a 7 témából vajon melyikhez tartozik az a szöveg. A technológia megváltoztat bennünket, a bekapcsolt és kikapcsolt, connected és nem connected állapot, a multitasking, vagyis az, hogy egyszerre több tevékenységet végzünk online, a memória, az emlékezet kérdése a folyamatos bekapcsoltság állapotában, az átvenni az irányítást, vagyis az a kérdés, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a média ránk gyakorolt hatását, és mi lenni azok, akik a saját médiafogyasztásunkat irányítjuk, akkor néhány ilyen pszichológiai jelenség a média használattal kapcsolatban, a média mint örömforrás, a dopamin és a függőség kérdései, a média fogyasztás mint jutalmazás, illetve a koncentráció és elmélyülés lehetőségei. Hát itt ez a szöveg, ez a multitaskinghoz kapcsolódik. Ezt úgy dolgozzák föl a gyerekek, hogy egy csoport kap meg egy témakört, beszélgetnek róla, és aztán néhány érdekes gondolatot bemutatnak a többieknek. De ennek a feladatnak nincsen közös feldolgozása. A testkép témaköréhez képeket kapnak, médiából származó képeket kapnak a csoportok, és a média szövegértés kritikus kérdése alapján készített kérdés csomag szerint elemzik. A tevékenység arra irányítja a tanulók figyelmét, hogy a média üzeneteknek célja van, tehát az, hogy egy embert, vagy egy emberi testet valamilyen módon ábrázolnak, annak oka van, ez tudatos szerkesztés során jön létre, és minden eleme nagyon-nagyon sokat árul el arról, hogy az alkotóknak mi ezzel a célja a
színektől a szereplők kiválasztásán és elrendezésén keresztül, addig, hogy hol osztják meg ezt a képet, mindennek nagyon nagy szerepe van. Ehhez a feladathoz most ebben nem megyek bele nagyon részletesen, de nagyon-nagyon részletes leírás van mindegyik kép elemzéséhez a foglalkozás leírásban. De ha megnézik, akkor itt az idős testről van több kép, illetve a férfi-nő viszonyról ott a balról a harmadik, a sportolós képben, akkor a fürdőruhás modell, aki ilyen piciben nem látszik, ő neki bőrhibái vannak, és a bőrhibáival együtt mutatja meg magát. A baloldali George Clooney is Nespresso-s, ez a nemi szerepekkel játszik szintén nagyon finoman, és ez egy elég fontos döntés volt ebben a feladatban, hogy nem csak a női, hanem a férfi testekről is beszélünk a testkép kapcsán, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez kizárólag egy női vagy nőket érintő téma lenne. Ez a feladat egy kilépő játék, ez a foglalkozás egy kilépő játékkal, egy activity-vel zárul, ahol a foglalkozásban fölmerült rengeteg fogalmat próbáljuk valamilyen módon visszaidézni és rendszerezni. A harmadik foglalkozásnak az a címe, hogy online befolyásolás, és ez a média rendszer működésére fókuszál, vagyis arra, hogy a különböző digitális platformokon megadott, illetve összegyűjtött személyes adataink hogyan teszik lehetővé azt, hogy személyre szabott tartalmakat és reklámokat kapjunk. És a foglalkozás fókuszában egy különleges tevékenység van, egy modellező tevékenység, amivel az online befolyásolás mechanizmusát fogjuk bemutatni. E köré, a téma köré épül az egész foglalkozás, a fölvezetése is, meg a lezárása is. És itt emelném ki azt, amire már utaltam az előadásom elején, hogy a médiatudatosságra nevelő foglalkozásoknak a digitális világhoz való viszonyában nagyon fontos az, hogy egyszerre beszéljünk a lehetőségekről és a veszélyekről. Tehát nem célunk a hallgatóink megijesztése, elriasztása, eltiltása az internettől, de nem is akarjuk bagatellizálni a veszélyeket. Azt gondoljuk, hogy az internet, az online média önmagában nem jó és nem rossz, hanem mi használók tesszük ilyenné vagy olyanná. Erről szólt az előző foglalkozásban bemutatott szövegértés feladat is, és ebben a foglalkozásban különös hangsúlya lesz ennek, mert egyszerre, mert a személyes információk alapján készített személyiségprofil és a személyre szabott tartalmak kérdésében tényleg nagyon nehéz megállapítani azt, hogy most akkor ennek örüljünk-e, vagy sem, egyáltalán nem egyértelmű. Bevezető feladatnak a célja az, hogy a diákok a saját közösségi média használatukra reflektáljanak, itt még mennyiségi és nem minőségi kérdésekről van szó. A feladatnak az a vicce, hogy a telefonjuk fölemelésével szavaznak, ezzel is már mint ők kezükkel fölemelik, és ezzel is azt deklaráljuk, hogy ez egy olyan foglalkozás, ahol a mobiltelefonoknak helye van az órán, és ezen a foglalkozáson például arra is van lehetőség, hogy saját maguk, tehát hogy óra közben is funkcionálisan belépjenek egyes közösségi média alkalmazásba. A foglalkozás fő témája, ahogy már említettem, az online kampány modellezése, ez több feladaton közösen három feladat szól erről. Az elsőben megalakul a stáb, kijelöljük a feladatot és csoportot bontunk. A feladat az az, hogy egy osztálykirándulást szervezünk, és mi az a csapat vagyunk, akik, vagy iskolai kirándulást, és mi az a feladat, az a csapat vagyunk, az egész osztály, aki Balatonfüredre szeretne menni, és online kell hirdetnünk, online kell elérnünk a döntéshozókat, és vannak információink a döntéshozókról, és ezért a számukra kell személyre szabott hirdetést létrehoznunk. Ehhez azonban, mivel most már tudjuk a célunkat, először azt kell meghatároznunk, hogy melyek azok a személyes adatok, amik relevánsak lehetnek egy adott cél elérése szempontjából. Itt kiváltam a foglalkozásból ezt a leírást, néhány személyes adat
látszikót, és az, hogy ezek relevánsak-e vagy nem relevánsak a hirdetés szempontjából. Ugye a közösségi média hirdetésekben erről az előző webináriumon elég sokat beszéltem, és erről szól is egy feladat a felsős foglalkozás csomagban. Nagyon részletes és alapos és pontos célzást tesz lehetővé, és ebben a célzásban kulcsfontosságú az, hogy átkülönítsük a releváns és nem releváns szempontokat. Ezeket egy gondolattérképre rendeztük, és akkor utána minden csoport kap egy darab profilt, és ugyanarról a témáról, tehát a Balatonfüredre kéne menni témáról, kell mind a négy csoportnak a saját egyetlen egy kis főből álló közönségének egy személyre szabott hirdetést terveznie, úgyhogy magát a kampányt is meg kell tervezni itt a melléket papír segítségével, és egy online alkalmazásban, például a Canvában elkészíthetnek egy plakátot vagy hirdetést, amit az illetőnek az üzenőfalán megosztanának. Ez nagyon fontos érteni, hogy ez egy szimulációs feladat, ami azt jelenti, hogy egy leegyszerűsített valóságot mutat be. A valóságban nyilván nem ilyen módon gyűjtik a felhasználók adatait, és nem ilyen módon rendszerezik őket, hanem algoritmusok gyűjtik össze, és algoritmusok osztják ki a hirdetéseket. A feladat célja inkább az, hogy azt tudatosítsuk, hogy ugyanazt a témát is különféle módokon lehet tárolni a különböző felhasználóknak, és itt különösen a magatartások témaköre lesz az, ami nagyon izgalmassá válik. A gyerekek egyébként nagyon szeretnek ilyen közösségi média profilokat olvasni, ez egy szuper játék, és szoktuk más foglalkozásokban is szövegértésként használni, és a foglalkozás mellékletei közé csatoltunk egy üres ilyen templétet is, Facebook templétet, hogy akár a tanár, akár a diákok, ha úgy gondolják, létrehozhatnak újabb és újabb ilyen közösségi média profilokat. A feladatot, tehát miután minden csapat bemutatta a saját kampányát, utána elmélyítjük a feladat során szerzett ismereteinket, a személyre szabott üzenetek témájáról beszélünk, és tudatosítjuk azt, hogyha nem vagyunk azzal tisztában, hogy mennyire személyre szabott reklámokkal érnek el minket, akkor könnyen befolyásolhatóvá válunk. Itt helyezkedik el a foglalkozásban az oktató videó, ahol végül is összefoglaljuk és tematizáljuk a személyes adatnak a fogalmát, itt jutunk el a személyes adat definíciójáig, és arra helyezzük a hangsúlyt, hogy milyen módon gyűjtenek rólunk adatokat online, és miért és hogyan kell vigyáznunk a személyes adatainkra. És az utolsó lezáró feladata ennek a foglalkozásnak, ez nagyon fontos, mert ez nézőpontot vált, ugyanis megnézzük, hogy hogyan néz ki mindez a közösségi média oldaláról, de nem a hirdető felületet nézzük, hanem a Facebook adatkezelési szabályzatát olvassuk, és megvizsgáljuk azt, hogy mit mond a Facebook arról, hogy milyen adatainkat gyűjti és hogyan használja föl őket. A felső tagozatos foglalkozásban szerepel ugye az Instagram adatvédelmi beállításainak és felhasználói feltételeinek a gyereknyelvre írott változata. Itt nem gyereknyelvre írott, hanem valódi szöveggel dolgozunk. Erre lehetőség van, hogy online is rákeressenek a gyerekek, és ezzel tudatosítjuk azt, hogy ezekről érdemes olvasni, és sok információt lehet belőlük megtudni, és ez a feladat szolgál reflexióként az előző feladat, tehát az online kampányos feladatra is. És ezzel le is zárul ez a foglalkozás is, és lezárul az én előadásom is. A foglalkozásokat televele.hu per média pak felületen érhetőek el, és nagyon örülünk a visszajelzéseknek, ha esetleg valaki megtartja a foglalkozást, és segítséget is tudunk nyújtani. A honlapon található elérhetőségeinken, illetve elsősorban a Facebookon, a Televele Egyesület oldalán, és ha bármi kérdés van, akkor azt örömmel fogadom most is. Köszönöm szépen!